Köszöntöm a 360 fokos légi videótérképek sorozat nézőit. Délnyugat-Szlovákiában járunk Révkomáromtól körülbelül 10 kilométerre északnyugatra. Dél felé tartunk, s miután átrepültünk a Vágon, Keszegfalvára látogatunk el. Első írásos említése 1482-ből származik, a birtokairól viszont már néhány évszázaddal korábbi feljegyzések is vannak. Keszegfalva nemesi mezővárossá fejlődött, amikor a török hadak elpusztították. Még 1669-ben is néptelen településként említik. 1681-ben első Lipót vízivárat emeltet a helyen. Az árvizek miatt a lakosságnak gyakran kellett a Vágtól nyugatra költöznie, végül itt épült újjá település. A Vág közelsége ma már inkább előnyt jelent Keszegfalvának. A fürdőzőknek és a horgászoknak természetes közegben nyújt kikapcsolódást. A balra látható Konkolyholtág egy természetes víztározó, amely strandolásra és horgászásra egyaránt alkalmas. Tőlünk jobbra a község nevezetességeit láthatjuk. A II. Világháborús emlékművet, valamint az 1870-ben épült, klasszicista stílusú Szent Vendel templomot. Ugyanezen a helyen háromszor emeltek templomot, két korábbi alkalommal az épületet alámosta a Vág. Keszegfalvát elhagyva figyelmünket fordítsuk a község természeti kincsei felé. Közvetlen közelében terülnek el a füzes, valamint a lohóti mocsarak. Mindkettő természetvédelmi terület és az élővilágban gazdag ártéri erdők jellemző példái. A füzes nyárfás erdővel körülvett vízfelületek az ajnövényzetnek és a nedvességkedvelő növénytakarónak nyújtanak védelmet, amely számos állatfaj élőhelye. A rovaroktól kezdve az itt fészkelő madárfajokig. Több itt élő állat vagy növényfaj Szlovákiában ritka előfordulású, illetve védett. Amikor körülnézünk, számos ilyen apró ártéri növényi társulást láthatunk. Főként az öntöző csatornák, holtágak és mocsarak környékén. A hatalmas kiterjedésű mezőgazdasági területek között ezek a fontos ártéri élőhelyek képezik az utolsó kis szigeteket. A település északi határa felett repülünk. Balra a túzokos természetvédelmi terület látható, amely Szlovákia legnagyobb testű madara, a túzok védelmét szolgálja. Kifejlett példánya 22 kg, szárnyfesz távolsága 2,7 méter, és ezekkel a méretekkel a világ egyik legnehezebb repülő madara. Természetes élőhelye a sztyeppés területeken van, Szlovákiában csak a Dunamenti síkságnak egy szűk mezőgazdasági területén fordul elő. Ez a kultúrsztyeppnek is nevezett terület a túzok fő telelőhelye. Mögöttünk balra a már említett lohóti mocsaras természetvédelmi területet látjuk. Az ártéri erdők gazdag ökoszisztémája az ország legértékesebb természeti kincsei közé tartozik. Keszegfalva környékének természeti szépségeit tekintettük meg madártávlatból. Ezekkel a képsorokkal búcsúzunk, köszönjük, hogy velünk tartottak!